viszont óriásit változott szerencsére a játék képe, itt már jelezte, Subasic majdnem öngolt rúgott. Igen, itt meg elkezdtek kapkodni hátul, csúsztak a védekezésben, de azért itt még azért a nagyon nagy veszélyek nem valaki kapu előtt. Itt már igen, Bunozza majdnem öngolt rúgott szintén. Igen, hát ez már a 77. perc, tehát hihetetlen nagy az ugrás, gyakorlatilag semmi nem történt ott 20 percig, és ott is először saját magukat veszélyeztették. És akkor az első gól, hát igen, szóval nem mondhatjuk, hogy nem volt szerencsénk, de se baj, Németh Krisztián berúgja. Hát a végjáték a lényeg mindig az, hogy hogy került a Németh Krisztiánhoz a labda. Maradjunk abban, hogy innen indul a támadás, megközködő Németh Krisztián, jó kapja vissza és szép a befejezés. Tehát ez a klasszis, ami Németh Krisztiánt jellemzi mindig, hogy hiába játszik ő talán gyengébben, nem tudja úgy megjátszani a labdákat, mégis a kapu előtt hihetetlenül határozott, és elég neki egy helyzet, és abból képes meg csak eldönteni. Ehhez természetesen kell egy csapatnak a stabilitása, hogy azért csak megúsztuk kapott gól nélkül. Na és akkor itt a második gól, ami aztán tényleg mestermunka a javából. Nagyon nagy ez a meglátás, Gosztonyi érkezik, és fölvállalja azt, hogy egyedül megoldja. Benne van egy kicsit Sehics kapus, de hát igazából nézzük inkább azt, hogy milyen szépen csinálják a miénk. Persze mindig a pozitívumból indulunk ki, hiszen a magyar futballról beszélünk és a fiatalokról. Nagyon szép a meglátás. Egyébként Partos Balázs játéka jelentette a megmozgatását a csapat játékának. Természetesen tudjuk az ő képességeit, tisztában vagyunk vele. Úgyhogy ő az a lendületet vitt a csapat játékába. Pontosak a meglátásai, most is az ő indításából született ez a lehetőség, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép végjáték a meccsnek, amin azért szenvedtünk természetesen, de hát azért idegenben vagyunk.